Második alkalommal rendezték meg a Szilágy Sámsoni Pince soron a Szalonna Fesztivált, amelyen idén több száz érdeklődő vett részt. Az esemény nagy érdeklődésnek örvendett, már a délelőtt folyamán fogytán volt a rendezvénynek nevet adó szalonna. Már a fesztivál reggelén nagy volt a sürgésforgás a Szilágy Sámsoni pince soron. A versenyre benevezők termékei, ételei egymás után kerültek az asztalra az értékelő bizottság elé, hogy a 8 tagú zsűri, akik között szakács, séf és köztisztviselő is volt, elbírálhassa a sertésből készült fogásokat. Ez egy olyan rendezvény, amit nem gondoltunk volna, hogy ilyen sikernek örvend, illetve ennyi embert megmozgat. Hát azt mondanám, hogy Szilágy Sámsoni községnek a lakosa megduplázódott ezen a napon, vagy ez alkalommal, hiszen annyian voltunk és annyian vagyunk most itt fent a pince soron, hogy ez egy valami nagyszerű dolog, nagyszerű lehetőség. A hagyományos kulináris versenyen az idén három kategóriában több mint 40 terméket értékeltek. Szalonna füstölve, főzve vagy pácolva, kolbász, sonka füstölve, pácolva és egyéb sertéshúsból készült termékek, hurkák, disznófüstölve, fősajt, tepertő. Ösztönzőleg hat a gazdákra. Szeretnék bemutatni a termékeiket. Tradicionális módon készült termékeket mutatnak be. Amiket. Valamikor régen az elődeink nagy szeretettel fogyasztottak. Lehet, hogy nem ilyen mennyiségben, mint ma mi, de ezeket is megpróbálják. Tehát örökletesen szüleitől tanulva, látva a módszereket, a pácolási, a füstölési, a készítési, a fűszerezési módszereket, és a páró fiúra száll. A zsűri négy kategóriát állított fel, minősítette a szalonna kinézetét, színét és állagát, az ízvilágát, a tálalást, valamint a tulajdonos saját termékének bemutatását. Seres Dénes képviselő látván a nagy érdeklődést elmondta, a helybéliek már most vásároljanak malacokat, hogy jövőre még nagyobb felhozatallal érkezzenek, mert ebből a rendezvényből hagyományt kell teremteni. A verseny mellett különös figyelem övezte a helyi termelői vásárt, a Szilágy Sámsoniak disznóból készült finomságokkal, süteményekkel, borral várták a vendégeket, a gyermekek lovagolhattak, és nem maradt el az élő zene sem.